itt a színház? Jó estét! Ez a színház. Mondd azt, hogy lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés.
a kérdés. Majolj meg! Na, mit szóltok? Szerintem is. Ki ez? Kitűnő, elfogadom az ajánlatodat. Hogy is hívnak? Tarján Jobbás. Nagyszerű. Te leszel a, nézzük csak, a kutya, ugass! Pau! Még egyszer. Pau! De hát rendezi azt, hogy te a darabban nincs is kutya. De azt honnan tudod? Te fogsz itt rendezni, vagy én? Na bocs, hogy beleszólok, de tisztáznánk végre, hogy én mit fogok játszani. Persze. Te leszel Del Cedro. Köszönöm. És ember ez a Del Cedro? Persze. Kérlek, ez nagyon nagy előadás lesz, ám rendező azt, hogy hatalom. Nagyon jó lesz. Na, szépen. Mind fantasztikusak lesznek. Ti vagytok a legjobb szereposztások, amivel valaha. Most pakoljatok vissza, aztán menjetek haza. Teljesen át fogok érni a darabot. És én mit csináljak rendezve? Segíts a pakolásban, aztán képezd magad, ennyit tudok mondani. Gyakorolj. És legyél nagyon nyitott. És én? Te is. Hát valamikor nekem is el kell végeznem a munkát. Hát de nem itt és nem most. Mindjárt kezdődik az előadás, meg a próba, és te meg így szerel. Szedd a toppokodat, és menj. Magácska mindig úgy hajszol minket. Aztán, hogyha meg valaki megszólal a színfalak közt, olyan zsörtölésbe kezd, az egész színház azt hallja. Én ok nélkül sohasem zsörtölődöm. Szedd a toppokodat, és menj. Thank you.
Elmezes próba van? Nekem senki nem szól. Itt ülök civilben. A múlt heti próbán megbeszéltük. Persze, megint én vagyok, persze. Már megint nem tudjuk időben elkezdeni. Lemaradok a meccsről. Az első fél időről biztosan. Kocsma se lesz már nyitva, mire végzünk. Addig kezdjük, majd mindjárt ide ér. Kezdünk. Mit szól ez a kávé? Nekem ízlik. Én azt mondom, hogy Rózsabor az, hogy igazán kitette magáért. Köszönöm az elismerést. Vittori kisasszony, mit szól hozzá? Mit szólhatok? Valóban finom kávét főz. Mivel beszélsz, Vittoria? Ó, igen, Rosza úr asszony, valóban nagyon finom kávét főz. Na, Gertrude asszonynak természetesen bele kell szólnia. Épp oly fölényesen anyáskodik ott, mint amilyen nagyképűen ülne a gróf, ha itt lenne a színpadon. Ne bántsa Gertrude asszony. Ő a világ legokosabb és legtisztességesebb asszony. Erre maximálisan igaza van? De Vittoria kisasszony százszor többre becsülött. Valóban az unokaúr a kiváló hölgy. És nem szeretném, ha pár óra vetértársam lenne. Rendezőasszony, baj van. A Nyíri Zoli meg nem akarja a parókát fölvenni. Nem, nem bírok olvasni! Bocsáss, röpesd ki a fejem! Bocsássa meg, röpesd, kész vagyok! Hé, Coronato! Mi az, Crespino? A gróf úr nem szereti a kalapárást. Miféle kamaszkodás ez? Nem látja, hogy mit csinálok? Ugyan mit? A kegyen rongyos cipőjét foltozom. Csönd, hé, szentem! Semmit. Törődj a magad dolgával. Ó, az én bátyám igazán kedves hozzám. Alig várom, hogy férjhez menjek. Mi az, Giannina? Mi a baj? Ó, ha tudnál, Szuzanna asszony, nem hiszem, hogy a világon van gorombább ember, mint az én bátyám. Olyan vagyok, amilyen vagyok. Mi a panaszod, amit én tartalak el? Remélem, már nem sokáig leszek a nyakadon. Ó, Giannina, ha a feleségem lesz, a bátya nem kínozza többet. Elveszem feleségül, ha másért nem, azért, hogy megszabadítsam a bátyától. Bárul, őszintén szólva, ma nem igen van kedvem vadászni, tegnap nagyon kifáradtam. Nem haragszik, ha én kimegyek? Csak tessék! Addig legalább alkalmam a szerencsét próbálni Vittoria kisasszonynál. Horácio, hozza a puskát, és induljunk. Már is hozom rád. Addig kipérem magam a fogadóban. De úgy rendeljem, hogy ketten nem élenünk. Természetesen megvárom kegyelmedet. Hölgyek, hozzáállás. A Coronato, megyek a szobámba, ma két személyre készítsen ebédet. Parancsára, meg lesz. Itt vagyok, uram, parancsoljon. Köszönöm. Hölgyeim, ha megengedik, kirándulok, fogadni egy kicsit. Csak tessék, jó lakás. Szerencsés vadászatot kívánok. Én vagyok, már szerencsém lesz, ha egy jó kívánsága is kísérnek. Alászolgálja, hölgyeim. Eltört a legyező. Á, nem vagy is rég. Engedjék meg, hogy... Ó, nem, csak ne fáradjon vele, adja oda a szobalány. A Kolumbina, vedd át a legyezőt. Parancsára, asszonyom. Zuzanna asszony, szeretnék magával beszélni. Tessék, parancsoljon, befáradni. Horácio, menjen az erdőszélre, azonnal jövök én is.
Hát egy nagy semmit hozunk az az erdőből, nem pedig valam. Reme! Reme! Gyönyörű! Gertrudosso! Tessék, Rófú! Kegyed művel! Ha tudnám, mit olvasok. Reme! Felolvasom, kegyed? Ó, hát igazán örömet szerezne vele. Volt egyszer egy gyönyörű Hát most esetleg akarja. Hát én ezt nem bírok tovább. Gertrud asszony, bemegyek kegyedhez. Majd meghallja, milyen kis időre alszik. Balra kell kimennem, ugye? Persze, balra, micsoda kérdés. De volna egy megjegyzésem. Nem hagytak szóhoz jutni. Nem jó, hogy így összevisz. De hogy nem, teljesen jó voltam. De meg kell mondanom, mindig én járok rosszul mindenben. Jó, akkor most megmondtad. Na, megy már. Igazán nem panaszkodhat rám kegyelni. Foton pénzért adtam önöknek ezt a legyedőt. Sajnálom, hogy nincs valami jó fajta. Nincs a boltomban már se jobb fajta, se rosszabb fajta. Ez volt az utolsó. A jándéknak szántam? Csak természetes, hogy nem magamnak vásároltam. Hanem Viktória kisasszony? Miből gondolja, hogy Viktória kisasszonynak akarom ajándékozni? Hát, tehát láttam, hogy az ő jelentől. Nem, a legyezőt másnak szántam. Jó felőle vannak, akinek akar. Én nem avatkozom mások oldalba. Nem, hát azért mindent tudjátok. Á, Giannina! Tessék, uram! Szeretném megkérni egy szívességre. Parancsoljon! Ugye, hogy Viktória kisasszony eltört el legyezőjét? Igen, tudom. Én vettem neki egy másikat a boltos asszonynál. Jól tette. De nem szeretném, ha Gertrud asszony megtudná. Igaza van. Azt szeretném, ha maga adná oda neki. Titokban. Ha, nem állhatok kötélnek. Úgy így nem adná, ha hallaná. Fordulj az oldalmat a kíváncsiság. Miféle bimasság ez? Mit keresnek maguk itt? Én csak dolgozom. Tehát nem lehet jártába könyvben? Ha nincs más mondani valója, megyek a dolgomra. Ide hallgasson. Viktória kisasszony megkért engem, hogy vegyem magát pártfogásomba. Hogy Crespino feleségül lehessen. Csak ugyanerre kérte. Csak ugyan. És én megígértem neki, hogy teljesítem. Tudna menni. Hol az elvigyező? Itt van. De figyelmeztetem a titoktartásra. Csak bízz rám. Az Isten áldja. A viszont ne tessem. Evaristo, Á, Viktória kisasszony. De miféle viselkedéssel? Csak nem meg akar alázni. Kis szeret. Majd mégis. Milyen titkai vannak Evaristo úrra? Magának mi köze hozzá? Maga nekem se ingem, se gallérom. De hamarosan lehetek valaki-e? És ezt ki mondta? Az mondta, akinek joga volt hozzá. Talán a bátyja? Igen, a bátyja mondta, és én is mondom neki ezt a bizalmas furást. Ohó, barátocskám, miféle jogod van neked ez a lányhoz? Hát nekem meg nem tartozom semmiféle számadással. De meg mit bizalmaskodol Evaristóval? Adjatok végén mind a ketten. De én tudni akarom, mit adott neked Evaristó? Menjetek a fenébe! Majd a boltos asszony megmondja. Tényleg, ez ugyanaz. Megmondanám, mit vásárolt magától Evaristó? Egy legyező. Azt is tudja, hogy mit adott Gianninál? Az is valami. Hát, ha a legyező. Egy szó sem igaz belőle. Melyik, hogy nem igaz? Mutassa azt a legyezőt! Neked ahhoz semmi közön. Én látni akarom azt a legyezőt. Maga azok a maga plegykafészek. Meg, hogy én plegykafészek. Mindenki menjen a pokolba. Te vagy azok. Hát én nem érek meg tőle. Giannina pedig mindenképpen az enyém lesz. Nem lesz a tiéd soha. A kutya teremtési. Meg a zsebében? Nincs nálam késem. Én vagyok vadállok, én vagyok! Roccamarina vagyok! Megálljatok, parancsolok! Nagy szerencsét, hogy hallgatok a grófúr szavára. Köszönöm meg a grófúrnak, hogy nem törtem össze a csontjaidat. Csillapodjatok, csillapodjatok, elég volt! Tudni akarom, hogy mind vettetek össze. Hát, megmondom mindenki fülje hallatára, én szeretem Csárdinát. Aha, pedig én
pedig Giannina mindenképpen az enyém lesz. Érted? Yeah. Lejelmi hábor! Kupigyó, mit nézlej? Teringetés! Milyen érdekes találkozás! Mint ha csak az a történet volna, amit az imént Geltrude asszonynak elolvastam. Megértettem. Felszolgálja. Hova megy? Megyek és megfordítom a cipőjét. Ugyan menjen, csak menjen, hogy készen legyen volna. Tehát maga Giannina szerelmes. Igen, van. És Istenem, egyet pártfogásával akartam ajánlani magam. Én pártfogásunkban. Jó, van majd meglátjuk. És bizonyos maga benne, hogy a lány viszonozza az érzelmeit? Őszintén szólva, nem, de a bátya neked ígérte. Ilyen ígéretben nem igazán lehet megbízni. Egy lány nem lehet hozzáerőszakolni senkihez. Na de a kegyet pártfogásával? Én pártfogásom az aranyat is. Na de a magamfajta dolog nem hatalmaskodhatik, nem rendelkezhet egy lány színével. Aha, értem. Szóval a pártfogással egy falatkát sem. Mennyi borogat? Milyen? Kitűnő borom. Majd megkóstolom. Az enyém az idén nem sikerült. Ha a magáé jó, magáé. Ezt az üzletet a hátam közepére nem kívánok. Megértette? Megértettem. Kérem, fáradjon be hozzám és kóstolja meg a borom. Nagyon szívesen. A maga háza ellen semmi kifogása. De légy jó el. Menjünk. Bocsánat. De tessék,
Miért osztassék helyet foglalni? Igazán megtisztel. Kiváló úri hölgy, nem úgy, mint ezek a pöpeszkedő parasztok, és főleg ez a Giannina. Igaz is, ha már Giannináról van szó. Látta, mikor Evaristo reggel beszélgetett vele? Bizony. És tudja, hogy utána nagy csendepaté volt? Hát hallotta, hogy Crespino és Coronet, ha már már összeverekedt. Igen, és emiatt a gyönyörűséges Mátirán miatt. Micsoda állam, én már most nekem mocskol. Te most nem vagy. De hát itt egy ajtó van, vagy fal, vagy mi, te nem látszol, nem vagy itt. Menj innen! Mit gondol, van valami közel van itt tudom Gianninához? Hát én igazán nem tudom az orrom mások dolgában, de a Schuster meg a vendégek összeverekedtek, vagy féltékenyek, akkor bizonyára kokutolják. És különben is mióta ma reggel nálam volt, teljesen kinyit a szemem. Volt magánál ma reggel? De bizony, hogy volt. És egy legyezünk vásárolt. Legyezünk be? Igen. És láttam, hogy a kisasszony legyezője ma reggel eltöltött, azt hittem, hogy kellünk vásárolni. Ó, hát nekem vásárolta. Hát, sajnos nem. Rákérdeztem, és azt tette. Mi közöm nekem, mit tolja a kisasszonyhoz? Másnak számítom. És mit csinált az a legyező? Hogy mit csinál? Oda ajándékozt a Gianninának. Jó, kisasszony rosszul érzi magát? Jaj, jön a kedves nénye! Mit keresel ott, húgom? Eljöttem megnézni, kaphatok-e hálókötőt. Igen. De nekem szólsz, ha a főkötőre van szükséged. Nem akartam zavarni. Hozom és megmutatom, hogy miért tettem. De mit hallottál? Miért kapod hajba a vendéglő és a Schusterrel? Azt hallottam féltékenységből. Azt hallottam, hogy Gianninának volt az oka, és olyasmiket hallottam felőle, hogy talán jobb lenne, ha többet be sem engedné a házunkba. Mit meséltek? Hát nem is értem, ez olyan jó lány. Tegye azt, amit mondtam, kedves néném, és hagyja meg a szolgáknak, hogy ne eresszék be többet. Hát mivel hozzá többet jár, mint hozzá? Rád bízom. Megértem. Tessék, miért oltassan a fáulat? Örülök, hogy bizalommal fordult hozzám, én majd a kezére járok, megítélem. Tudom, hogy kegyelmed jó barátságban van Gertrude asszonyban. Kedves barátom, ő egy nagyon eszes asszony, én pedig szeretem az irodalmat, tehát szívesebben szórakozom az ő társaságában, mint más hölgyek. Tehát megteszi nekem azt a szívességet, hogy... Nyugodjon meg, megkérem tőle az unokok a kezét. De persze nekem? Természetesen, kegyelmed. De ott is van Gertrude. A húgával. És mikor beszél vele? Akár most rögtön a barátságban. Hát, jobb helyen nem leszek itt. Beszéljen vele, addig elmegyek sétálni. Jót fog tenni egy kis kisebben. Halászolgál. Legdrágább rangtársom! Isten áldja barátom. Ez a legfurább folyászal a világban. Hölgye. Gertrude asszony? Igen, apu. Szabad kérnem egy szót? Azonnal ott leszek önnél, csak először kifizetem ezt a főkötőt, és mindjárt megyek. Három csekkén vagyunk. Azonnal kifizeti. Na ez a rossz szokás, hál' Istennek eddig még nem ragadt rám. Igen, Dók úr, mit kíván tőlem? Röviden és belősen. Hajlandó nekem ide adni a húgát? Odaadni? Hát, hogy érti ezt az odaadást? A telingettét, hát nem érti. Feleség! Kegyede? Dehogy nekem, valaki másnak, akit jól ismerem és ajánlhatok egyetlen. Jos gróf úr tudja, hogy Vittorio Hugón elvesztette a szüleit, és mivel ő egyetlen bátyámnak lánya, hát én vállaltam, hogy anyja helyen anyja leszek. Tudom. Igen. És mivel Vittorio nem örökölt annyit, hogy rangjához méltóan adja a férjhez, ám de én magam egy kisebb fajta vagyont örököltem, és hát ugye nincsenek gyermekeim. És kegyed ad a Hugának hozom. Igen, ha a kérő megfelelőnek mutatkozik. Ha a kérőt én ajánlom, akkor bizonyosan megfelelnek. Ebben teljesen biztos vagyok, de megtenné nekem azt a szívességet, hogy elárulja, mi az? Egy rangtársa? Ő nem, mint én. Hát
uram, a főnemesség, a család dicsősége, nem pedig egyes tagjai. A húgom sem nagyra vágyó, és megmondom őszintén, én sem szeretném őt feláldozni a hiúság bálványának. Akit én ajánlom, hogy lelked róbál. És a báró úr szerelmes az én húgomban? Mi, madám? Látja, milyen kitűnő férfiút ajánlunk egyet? Igen, ismerem a báró urat, valóban tiszteletre méltó róval. Hát akkor hadd halljam. Mi a válasz az ajánlatomra? Lassan, gróf úr, először szeretném megtudni, hogy Viktória igent mondja az ajánlatra. Kérem, tessék, ott van, beszéljen vele. Én megvárom. Szíves engedelmével azonnal visszatérek. Hát ez igazán nagy szerencse volna húgomnak, de nem hiszem, hogy tudna róla. Viktória, beszélnem kell veled. Parancsoljanak, befáradni, a kis szobába kényelmesen beszélni. Igen, igen, ez pont jó lesz, úgyis nem sokára vissza kell térjek ide. No, az ebéd készen van, most senki zsák, most kínált finnem a legyezőt Viktória kisasszonynak. Hoho, kislány! Na, szúr! Már csak ez kellett ez az utam. Itt vagyok, mit parancsol? Férjhez akarsz menni? Igen, uram. Akarod, hogy én adja a férjhez? Nem, uram. Hát nincs szükséged az én pártfogásomra? Őszintén szólva, egyáltalán nincs szükségem a maga pártfogására. Tudod te, mekkora hatalom vagyok én ebben a faluban? Hát az én férjezben és a dolgában aztán semmi hatalma sincs. Szerelmes vagy, Espinóba? Épp olyan ember, amilyen nekem kell. És többre becsület, koronátónál. Ennél a derék, becsületes, gazdag ember. Sok mindenki másnál is többre becsülöm. Nos, hát én a pártfogásomból vettem a bátyádat, ő pedig szavázott a koronátónak, tehát neked koronátóhoz kell feleségül menned. Tehát a bátyám szavázott a koronátónak? Úgy bizony. Hát akkor menjen a bátyám koronátóhoz. Szemtelen! Kíván még valami? Menj a pokolba! Parancsára, azonnal csak mutassa meg az útját. Neheletlen. Harc! Nem tudom, mit élő legyek. Hát, hogyha nem akarja koronátot, én nem kényszeríthetem. Hogyan is vehette ez az ember a fejébe, hogy olyan nőt akar elvenni, aki hallani sem akar róla? Hát nincs elég nő a világon. Nos, Gertrude asszony? Uram, a húgom okos és meggondolt lány. Helyes. Nos? Hát egybevetvén a feltételeket és az adottságokat, a húgom hajlandó hozzá menni. Remek, sőt pompás. Legalább ez egyszer sikerült. Tehát mit tudja kisasszony, feleségül megy a bányúkhoz. Hozzá megy, uram. Ha megengedi, én most megyek, és megviszem ezt a jó hírt az én legkedvesebb rangtársamnak, a bárónak. Hol van a báró? Itt sétálgat valahol. Megyek és megkeresem. Jó. Addig legyen szíves, kegyed, fáradjon haza, és én mindjárt hozom őt kegyedekhez. Esetleg nem volna rossz, ha meghívná őt ebédre. Mindjárt az első alkalommal? Ez fölösleges finomkodás. El fogja fogadni a meghívást, és hogy könnyebben rávegyem, magam is itt maradunk ebédre. Hát igazán nem hittem volna, hogy húgom igent mond a báró ajánlatára, tévedtem. Ezek szerint a bárót szereti. Én mindig azt hiszem, hogy Evaristo úrját lángol. Mit hallom, mert ez egy szörnyűség, szegény Evaristo úr. De hol lehet Viktória kisasszony? Azt mondták, nincs itt. Bent van a boltba, megyek, beszélek vele. Gyerünk, gyerünk! Már biztosan nagyon várnak minket. Sajnálom, de én nem engedhetek be senkit. De hát minket meghívtak ebédre. Sajnálom, engem erről nem tájékoztattak. Gróf, mi ez? Becsapják az ajtót az orrunk előtt? Hogy? Lehetetlen. Hát, no csak kopottassunk újra. Ne, hagyja abba.
Nem akarom, hogy újra megalázzanak. Kegyelmed ugyan rosszul intézte a dolgomat. A bolondját járatták velünk, és az egészről kegyelmet tehet. Miféle hang ez? És én ezért elégtételt követelek. Kitől? Kegyelmettől. Hogyan? Karddal! Most jön az, hogy semmi szükség, most, majd később, meg most. De én most akarom. Remek! Most boldog vagy? Miért mondod? Meg nem kellett volna semmit sem mondanod, de enyém lett volna az utolsó szó. Ja. Csak fogod magad és kimész. Ennyire. Én igazán nem akarok beleszólni. Jó, akkor ne is. Szóval én igazán nem akarok beleszólni. De szerintem nagyon jó volt most, hogy itt felkiáltad. Szerintem folytathatnánk itt. Nem rendező asszony? Szerintem is jó volna. Igazából az lenne a lényeg, hogy szabadon improvizáljatok. Nyugodtan folytathatnánk. Jó, én csak azt szeretném, hogy mindenki akkor beszél, amikor kell neki, és azt mondja, amit kell neki. Jó, ez csak úgy jött önkéntelenül. Na de rendezve azt, hogy én csak kopogok, csurom véresen, kezemben tartom a beleimet, mindjárt meghalom a nyílt színen, ami egy komikusnak nem könnyű feladat, minden teljes a káosz, senki nem enged be, hát akkor hogy jöjjek be én úgy, ahogy megbeszéljük? Hát mi sem egyszerű, támaszkodj valakire, van ott kint valaki. Csak én vagyok itt rendőző, azt mondja, a többiek kint vannak az öltözőben. Szólja valakinek? Nem kell. Te is jó leszel, támaszkodj rá. Én is vagyok. Akkor támogassátok meg. Ne arról volt szó, hogy majd ők hozzonak a lépcsőt. Képzeld, azt, hogy úgy jöttél el. A többiek meg maradjanak a helyükön, és ne veszek el. Istenem, mit tettem? Hol is elesült meg? Szerintem a hasát. Nem, mi is zárolták. Ki
kifogyta az összes véres. Jaj, hát megtessék, hát külde ide. Ha, de hát hogy történt? Szóváltás távol. Aztán fájgajottak, karban. Ó, de hát fel. Ki volt az? Mondjam már valami. Miért nézi? Most kéne, csak úgy vagyunk, hogy meghalljon. Megy orvosért? Én már is megyek. Jó. Igazán mondhatna már valamit. Jó. Hát nem mondom, kényelmes dolog, ugye? Én csak fekszik. Mosolyog. Meg ki vagyunk a mondani való. Az irénkkel legalább elment orvosért boldog ember. Jó. Azt megtudhatjuk, hogy miért mosolyog így. Mert lenyűgöz, hogy mindenki mennyivel jobb innél. Hogy én, aki csak így bejöttem a lakásba, nem is tudom, hogy hogyan, hiszen senki nem engedett be, hiába kopogtam olyan sokáig. Már megint kezdett? De én így nem tudok meghalni. Mindenki olyan remekül teszi a dolgát, és ettől nekem olyan jó kedvem támad, hogy egész egyszerűen én így nem tudok meghalni. Valakinek be kellett volna rohani, hogy jaj Istenem, a méltóságos úr, csupa vér. Nem vagyunk már túl az, amit eljöttél a kárba. Akkor viszont meg is hallhattam volna már. Szó sem lehet róla. Akkor gyere ide és végezz velem. Bárcsak tehetni. De nekem így nem. Nekem a bevonulás volt a minden. Velem a halál jött volna be a lakásba. Tudom, beszélnem kellett volna, míg ők döbbentem figyelni. És mindenfélét mondhattam volna. Szörnyű eszelős szavakat. És végig kellett volna húzni véres ujjaimat az arcomon. Míg ők megrökönyödnek és csirálkoznak. Én akadozó lélek. Még egyszer utoljára. Összetükörítem az ajkaimat. Fücsüljek egy. Aztán lehajtom a fejemet, mint egy madár. Meghalt! Nagyszerű, a világítást lekapcsolni, és mindenki hagyja el a színpadot. Hát ezt a jelenetet mi most végigvesztük is. Hát nem mondjuk, fantasztikus alakítás volt, ugye? De szerintünk ez így nem jó. Nem tudom a közönség mit szólna hozzá, de szerintünk ez a jelenet, ez a végjátéka nem való. Jogos az észrevétel, amíg közönségünk nevetni az előadásainkat. A plakátra meg ki van írva, hogy vígjáték. És egy vígjátékban lesz ez az, hogy nem hallgassak. Hát bevallom, hogy a jelenet az én ötletem volt. Az eredetiben nincsen benne, és meggyőződésem, hogy a szerző nem is írta volna bele. De ez lett volna a kulcs jelenet, és a Zolinak egy nagyon nagy lehetőség lett volna. Tehát ha mindenki úgy gondolja, akkor megoldhatjuk más héten is. Ha ne szórakozzatok már itt, nem tudom, hogy akkor elkezdem, az ide jó, több fölösleg. Nem hasznunk hozzá, mégis olyan nehezen, jobb lesz a nyílt. És ha nem halnék meg, hanem mondjuk meggyógyulni. És mi meg addig itt várunk? Abszurd, hasi sebben a középpontban. Ez legalább hatték, hát nézz. Szerintem, de azért már nem jó, akkor hagyjuk a fenébe az egészet. Most az egyszer lett volna jó jelenet, de... Szinte minden jelenetben benne vagy. Tulajdonképpen már te vagy a főszereplő. Hát jó. És akkor most mi? Visszaugrunk,
14. jelenethez, oda, hogy mihez bezárják az ajtót a dolgunk előtt. Jó, ahhoz viszont vissza kell rendeznünk a díszletet. Most már tudtam, hogy szemfüggöd? Igen, igen. És szerintem akkor most legyen a szület. Jó, akkor 10 perc. Mikor majd?
Hát, hogyha a feleséged leszek. Oh-ho! Mi az, hogy oh-ho? Hát az, hogy Jennifer kisasszony nem akar se boltozós usztendé, se cipészmesterré lenni, mert olyan nagyra vágyó, hogy azt se tudja, hogy mit gondol. Elment az eszed, vagy ittál máma? Nem ittam. De nagyon jól láttam, hogy milyen bizalmas beszélgetést folytattál Evaristo úrral. Giannina maga ismeri az én érzelmeimet. Aj, te bolond! Ó, csak tudnám, hogy igaztáljam meg! Ó, te bolond! Hagyd már abba ezt a bolondodást, mindjárt én is valami bolondságot fogok tenni. Te most tényleg elhiszed, hogy Evaristo úr engem kerülget, és hogy én kikezdek vele? Nem tudom. Na ide figyelj! Evaristo úr szerelmes Victoria kisasszonyba, ő viszont a báróhoz megy feleségül. Ezt Evaristo úr megtudta, ide jött, kiöntötte nekem a szívét, én próbáltam megigasztalni, és ennyi. Elhiszed már, hogy adhatom? Nem. Akkor menj a pokolba, majd hozzámegyek Koronátóhoz. Ó, nem kell, mindjárt is felhűzöd. Biztos lehetek abban, hogy semmi kötöde vagy túl. Aj, kedves Preston, hát úgy szeretlek te vagy az én vőlegényem. És mit adott neked Evaristo? Semmit. Semmit. Semmit? Semmit. Mérget vehetek rá? Jaj, ne kínozz már. Kínozzak. Hát, végre tudom, mi volt az az ajándék, amit Jennynek is azt, hogy kapott Evaristo-hoz. Mi volt az? Nem igaz. Annyira igaz, hogy még most is ott van a zsebében. Ezt honnan veszi? Nem mondom meg. Én azt látni akarom. Nem adom. Én azt látni akarom. Mi ez a zsibar? Mi ez a zsibar? Én akarom azt a legyőzőt. Most megállhatnánk egy kicsit? Lenne egy kérdésem. Hát, persze, mondja. Hát, én nem tudom, hogy minek nekem ez a... Mit akarok azzal a helyet? Tudom, hogy később ebben most így vele menni, de... Miből van? Hát van még néhány másodperc a premierig. Hát köszönöm. Látom, ez a lényeg. Nyugodtan csinálj. Csak még mindig nem értem, hogy minek nekem az a legyen. Minek bárkinek is? Neki például minek? Szerintem csak azért, hogy később majd lehessen keresgélni, hogy éppen kinél van. Na, ugye. Van, aki elolvasta a darabot. Na jó, én ezt értem. Csak még azt nem értem, hogy mit akarok azzal a legyezővel. Ki tud? Az emberi természet legbenső mozgatórugói kifűkészhetetlenek. Talán történt veled valami még csecsemő korodban, ami miatt nem tudsz ellenállni a legyezőknek. Lehet csak még azt mondom, hogy minek nekem az a legyezőknek. Én a legőszintében megmondom, hogy nem. Én már sem tudom, hogy a szerző minek írta meg ezt a darabot. De ha csak egy dolgot kéne mondanom, akkor az az, hogy már elmúlt 7 óra, és soha büdös életben nem fogunk végezni. Már érted? Akkor onnan, hogy Krisztina megkapja minket. Akkor add ide! Én nem adom! Mondom, hogy adj ide! Gyerünk, gyerünk, gyorsan valaki siessen el a patikusért! Hozzon szíverősítőket, Victoria kisasszony, elálljunk! Ki a patikus? Fogalmam is. Hát én nem tudom, nekem ez van ideig. Nekem nincs kihúzva. Rendető asszony! Tényleg kihúztuk? Nem fért volna már el is, ha mika. És akkor most mi lesz Victoria kisasszony? Más is elmehet a patikába szíverősítőkért. Mondjuk Kolombina. Én nem szeretnék elmenni a patikába. Szó nem volt arról, hogy ennyi fizikai munkát kell végeznem. Rengeteg lefölmászkálást a lépcsőn, söprést meg mindenfélét. Különben is mindkét lábam fáj. Van neki elegem, menjen valaki más. Mi nem mehetünk, nekünk itt kell kergetőznünk. Köpeny van, üvegcsepp, mindjárt kész lesz azonnal. Intézhetem is. Köszi.
rendben, akkor folytassuk. Akkor add ide azt a legyezőt. Nem adom. Mondom, hogy ide adom. Hoppá. Megkapanítottam. Ennek örülök. Tartsa magánál. Én addig megpróbálom Gianninából kivasalni, hogy kitudta. Most már csak azt értem, hogy minek nekem. Ezek a másodottak megnyomorítottak. Jaj, bárcsak nálam lenne az a legyező, hogy jól összetörjem. Hát ez nem jó ötlet. Giannina jó kislány, és úgy kell mindent elhagyni. De, kedves barátom, semmi oka minket elkeseredni. De dicekvésre sincsokom. Az, hogy Vittoria kisasszony, elájult az a véletlenségűnek. Tudja nagyon jól, hogy a hölgyek hajlamosak ilyen hisztérikus dolgokra. De amikor beléptem, akkor még nem volt rosszul. S alig, hogy minket meglátott, visszavonult a szobájába. Mert már akkor érezte, hogy közeledik a roha. Rolf úr, nekem van egy olyan megérzésem, hogy Vittoria kisasszony titokban Evaristo úrral barátunk. Tudja, így volna. Én arról biztos. Én mindent tudom, ami ebben a moromban történik. Gertrúda asszony sem volt már hozzánk olyan kedves a húga rosszul léte után, sőt, mintha örült volna, hogy távozott. Gertrúda asszonynak mindössze egy dolog miatt lett panaszunk, ez pedig az, hogy nem hívott meg minket a nézőt. Nagyon sajnál. Tökkegyezt miatt. Tényleg akkor ő most hol fog egy idát? A vendégből berendeltem ebédet két személyre. Evaristót várom, aki vadászni ment. Hé, koronátok! Megjött Evaristó? Sajnálom, nem látom. Pedig az ebéd készen is megállapodott. Evaristótól kitérjük, hogy estig elvadászat és nem törődik a kegyet ebédjével? Mit tehetnék? Megígértem, hogy megvárom. Yes. Egy, de csak egy bizonyos határi. Szép, szép dolog van ez a tudvariasság, de hát azért őrizzük meg a mérőságot. Tudja, mennyi Rolf úr? Tartson vele! Kérem, hogy ezt kérdezik, hogy állaljon. Parancsára megvesz. Előre megyek, megnézem, mit kapunk kevésbe. Kérem szépen, tetszett beszélni az érdekemben Gianninával? Hogyne, hogyne. Majd később beszélünk róla. Te remélhet? Rendben van, de rendben van, de nem akarom megváltoztatni a bálót. Ó, Gianninna. Jobban tenni, ha visszaadná a legyezőt. A legyezőt meg a söntésben hagytam. Ah.
Te nevetsz, én meg megpukkadok mérgemre. És miért vagy mérges? Mert a lejjező koronátónál van. Koronátónál van. Én meg nem gondolnám volna, hogy az én legyező mennyi kézzel megfordul. Na, ide se teszem, de többet a lábam. Hát te ezekén ennek a folytalékok ne lényeg semmi. Kuruzsdált az egész orvosság, dehogy orvosság. Tehát nem adhatok más, csak az, ami van. De a gyógyszerészetnek három alapanyaga van. A víz, a kinin, meg hát a vigany. Valaki beteg Gertrúdasszony házában? Biztos ez a drága Viktória kisasszony. Jaj, szegény Viktória kisasszony. Mi baja? Honnan tudjam? Pedig igazán tudhatnám. Te vagy az oka a betegségének. Én vagyok az oka. Hogy meri ezt állítani? Jaj, hát veled nem lehet beszélni. Egyből felfordja az. Mégis mit akar ezzel mondani? Csit, ne veszek egyetek. Jön Gertrúdasszony. Krisztino, nem tudja, visszatért a Krisztino? Úgy tudom, igen. Igen, és nem tudja, hogy merre van? Azt nem tudom. Nem. Megtennél nekem azt, hogy megnézi a vendéglőben? Természetesen. Milyen legyező? Azt, amelyik nálam volt, de az övé. Uram,
Végtelenül sajnálom, de a legyezők már nincs meg. Meg kell találni. De hol? Melyik pillanat oda magát? Uram, ami nincs, azt nem lehet megtalálni. Valami lehetés van. Jaj! Jaj! A szíve! Morácsi, jó segítség! Kérj emberek, meghal a szerencsétlen! Érjen magához, Evanisztó úr! Térjen magához! Hozok neki bort! Kitörlél! Megütötte a kuta. Igen? Igen. Akkor nevet kell rajta vágnunk. Maga ért hozzá? Szüstig ezeként mindenre vállalkozik az ember. Hogy jön a végén egészen nyomorékkal teszi? Mit eszendő zsóból hoztad, igazsátok meg vele? Mint ha már is kezdene magához térni. Köszönség le. És mit akar azzal a borotvával? Jobban megtesz a szolgálatot, mint egy ilyen vacak élvából tőle. Egy borotva? Ki akar engem megölni egy borotvával? Mi van, de úr? Én nem. Én tisztességes ember vagyok. Nem akarok én meggyilkolni senkit. Ha szükség van rám, segítek. Különben meg magára szeretnék első segély nyújtani. Na, mindest ne jövök többet. Engem ugyan hívhatnak, nem jövök többet. Bejön hozzá, te Evarisztó úr. Az ágyamban kipihentjük. Jön. Bemegyek. Hát csak vége lenne ennek a nyomorúságos életemnek. Ha minden áron meg akar halni, csak szóljon a patikusnak. Hát én örülök, hogy kivagáltam koronátóval. De ezzel a hátulat egyedülve kéne valamit csinálnom. Kéne tőle szabadulnom. Mondjuk... lerakhatnám ide. De nem, rálépnek, összetörik. Meg a végén majba kevednek miatta. Majd rakhatok egy. Kb. Ebben. Ha! Espino! Mi szépbe tudom veleket? Itt találtam ezt a holmit a posta vendéglő előtt. Legyező. Valaki elveszítette. Ki az ártéka vele? El akarja adni? Azt sem tudom, mit kérek érte. Az az igazság, hogy önnek szeretném ajándékozni. Nekem? Igen. Én úgy gondolja, hogy nem elég méltóságos méltóságához? Hát nem, hát ugye. Igazából ájos. Köszönöm, barátocskám. Cserébe csak egyet szeretnék kérni. Ennyi elgondolt. Nos, mit kíván? Kérem, ne árulj el senkinek ezt tőle kapta. Csak ennyi. És miért? Talán csak nem lopta? Dehogy loptam. Nem szoktam én ilyet csinálni. De az a helyzet, hogy én szerelmes vagyok Gianninába, és hogyha ő megtudja, hogy ez a legyető nálam volt, nem fog szóba állni velem többet. Ne félj! Nem árulj meg, Gianni. De igazi, tényleg el akarja őt venni? Szívesen feleségül venném, de Koronátor is mindenáron magának akarja. Koronátor, egy hülye. Hogy Gianninát a barát szeretni. De és a bátyja? Mi köze ehhez a bátyjának? Bízom maga csak az én bátorásomban. A jó indulatában ajánlom magamat, megyek és megfordítom a cipőjét. Szükségem lenne egy pár kumicipőre is. De kifizetem? Természetesen, az is meg lesz. Ó, de engem Gertrude asszony Evarisztóért küldött, hogy is ment ki a fejemből, de én Horatio házába be nem megyek. Szólok Gertrude asszonynak, hogy küldjék a hívást. Ha, 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 ha
A báró úr talán el se fogadta volna.
Kicsit elkeserítette, amikor visszakértem tőle a legyezőt. No, de valamelyes megjúzott, amikor közöltem veled, hogy majd magam adom át a nevében Viktória bíróhoz. Gróf úr, remélhetem. Minden bizonyja. Ma szerencsés napomban. Hé, Janina! Aj, mit akar már megint? Ne olyan hevesen. Jót akarok magának. Érkezett a nagy? Ha nekem ahhoz nincs szükségem magára. De én Crespinóhoz akarom fényre adni. Mit szól hozzá? Crespinóhoz? Igen, mondok, uram. Látja, mennyit ér az én közbejárásom? Mi ez itt? Mi ez itt? Janinának férhez kell mennie. Az én pártozásom időszárnya jön. Igen, és uram, én beleegyezem. És neked is bele kell egyezned. Én nagyon szívesen beleegyezem, így már kezdem elnyújtom Crespinót. De gróf úr, az ő kiszemelt főlegénye koronátó. Kiszor! Jöjjön csak! Gróf úr férhez akarja adni a húgomat. Koronátó. Én igazságos lovag vagyok. Maga, nem kell Janinának. Én pedig nem fogom őt kényszeríteni. És én Crespinót választottam, akárha az egész világ ellenem esküszik, akkor is. És maga mit szól hozzá? Én? Hát maga mit szól? Mit ülök rá, aminek én nem kellek, hogy meg sem érdem el. Íme az én pártfogásom eredni? Nos, gróf úr, átadta a Viktória kisasszonynak a legyezőt. Még nem volt alkalmam. De van nekem otthon még jó egy néhány legyező, egy másikat szántam neki, jó volt. A Gertrude asszony, Tetyke, tiszteletünket kegyednél? Nagyon önnek tisztelnek, de maradjunk inkább itt a friss levegőn, a húgom is nem sokára itt lesz. Igen, igen. Mit parancsol, kedves néni? Sétálhatnánk egy kicsit. De miért nem hoztad magaddal a legyeződet? Ah, igaz is. Eltört. Ha volna helyette, ugye a másik. Evaristo úr. Nincs önnél véletlenül a legyező. Kegyelmed legyezője. Ugyan dehogy. Hadd tűnj a magáért. Most nem. Vegyelmed. Azt akarom. Párban legyen a dolog. Nem akarod elfogadni ezt a legyezőt? Mert nem nekem volt számba. Evaristo úr most magára szól, hogy kimagyarázkodjék. Meg is teszem. Szuzanna asszony, ismeri ezt a legyezőt? Igen, uram. Kegyed vásárolta tőlem ma reggel, és én az ostoba fejemmel azt gondoltam, hogy Janinának szánta. Janina, miért adtam magának ezt a legyezőt? Azért, hogy átadjam Viktória kisasszonynak, de amikor megpróbálkoztam vele, ő összeszidott és elküldött. Érti már? Hajlandó végre elfogadni? Miféle komédia ez? Miféle cselszövés? Gróf úr, maga miatt tehetség tárgya lettem. És ön kisasszony. Írtál. Kérem uram, bocsásson meg. A hosszú arra összökélt, hogy kegyedé legyek, de a szerelem visszade van visszére. És ha maga nem lett volna ilyen türelmetlen szerelmes, és nekem igaz barátom lett volna, akkor nem került volna ebben a kutyaszorító helyzetben. Ebben igaza van, sajnálom Evaristo, alá szolgálják. Nosza, üssük nyilve mind a két házasságot, és tartsuk meg a lakodalmat! Nagyszerű vagy, Janina. Hát, nem tudom, hogy hogy akarsz még valamit mondani, Isten? Mehetünk? Akkor a jövő a szokott időben, ugye? Igen. Volt, de a tapsrendet nem próbáljuk. Minek? Igazából elég időben végeztünk. El kéne próbálni. Megint átszolni kell. Muszáj. Nem játszhatnánk már végre egy olyan darabot, aminek a lakodalom a vége. Jó, és mit szeretnétek? A bakterházat. Játsszuk el az oroszlát királyt. Nem. Én például papot szeretnék játszani. Én meg a pálcát. Játsszuk el a Romeo és Juliát, abban legalább meghalnak a szerelmesek. Meghalnak! Léla! Esküszöm. Jó, volna esküsztem.
Sánchez egy. Akkor onnantól Zoli, hogy tartsuk meg a lakodat. Nosza, üssük ki ebben mind a két házasságot! És tartsuk meg a lakodalmat! Csuhaj!